Elkezdődött az új év, melynek jelentőségét az egyház számára a dr. Huszka Mihály plébános mondja el. Számos területen hoz változást ez az év Magyarországon. Elmondjuk, mi mindenben lesz más az életünk 2013-ban. Kötelező a csippesztetés és szigorúbb fajta megjelölés a dokumentációkban. A kutyákat is érintik az új szabályok. Folytatjuk névjegy című rovatunkat. Ezúttal a Vecséser Nachtigallen kórus egyik alapítójával, Gombár Mónikával ismerkedhetünk meg. Az ó év sem múlhatott el a Vecsési Hagyománygyőrző Zeneegyesület karácsonyi koncertje nélkül. Felidézzük az ünnepi dallamokat. 2012 a Vecsési Ökölvívók éve volt. A versenyzők minden magyar bajnokságról éremmel tértek haza. Véget értek az ünnepek, a felszedett kilókkal szállhatnak harcba a fogadalmat tevők az edzőteremben. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának január 4. kiadását látják. Nézzük rövid híreinket! Január 3-a és február 5-e között tüdőszűrést tartanak Vecsésen. A megyei ANTS vezetője Pest megyében a tüdőszűrést minden 30. életévét betöltött személy számára kötelezően elrendelte. A szűrésre feltétlenül vigyék magukkal a személy igazolványukat, TB-kártyájukat, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást. A vizsgálat helyszíne a főút 112 szám alatt van. Február 10-én ismét rétesevés lesz a Grassalkovics Antal általános iskolában. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajló népszerű program 16 órakor kezdődik a főút 92 szám alatt. január 4-e van. Hogy mit jelent az új esztendő az egyház számára, dr. Huszka Mihály plébános mondja el. Az új év az egyház számára, illetve a hívő ember számára Szűz Mária istenanyaságát jelenti. Tehát december 25-e után két hétre van, illetve január 6 vízkereszt, tehát két hét. Marci Eliade, egy híres román vallástörténész kimutatta, hogy a 16-17. Században ebben a két hétben, tehát december 25-től január 6-áig a pusztaságokban, a sötétségben éjszakai tüzet raktak. Tehát a sötétség ártó hatalmait akarták elűzni. Most ez a két hét, ugye, amíg a fény valóban nem kezd el újra uralkodni. Azáltal, hogy azt halljuk, hogy ugye szilveszterkor petárdák durrognak, és a ősi mondás a carpe diem ragad meg a napot, minden pesznek szakítsd a rózsáját. Ugye annak az embernek, akinek csak ez a földi létezés a dimenziója, számára az idő múlása egy veszteséget jelent. És ezért van ez a, illetve a petárdák meg a durrogások, ez visszavezethető ide a 16-17. Századra, amikor éjszakai tüzeket raktak. A hívő ember számára az idő nem egy csupán elmúlást jelent, hanem növekedést a kegyelemben, belenövekedést abba az isteni tervbe, amit Isten minden emberről a atya örök szeretete által megalkotott. És amikor az új esztendő első napját a Szűzanya Isten anyaságával ünnepeljük, ezzel az egyház még inkább azt akarja érzékeltetni, hogy ez a mi földi időnk, az emberi történelem ott van a Szűzanya kezében, az ő szent fia által. Tehát a hívő ember számára a január 1-e, az új esztendő a bizalomnak, a reménynek, és azt is mondhatnám a párbeszédnek és a bizalomnak az új lehetősége, hogy tudjunk új szemmel tekinteni egymásra, hogy az új esztendőnek a sokkal inkább a lehetőségeit próbáljuk megérteni, és ezáltal azt a isteni tervet megvalósítani, amelyre még Istentől kapunk időt. Tehát a hívő ember számára az esztendő múlása és az idő maga, mint filozófiai kategória így jelentkezik. A németben van a Gabe és az Aufgabe, a feladat és a kegyelem. Tehát az idő egyben kegyelmet is jelent, és a kegyelem feladatot is a hívő ember számára. Tehát az idő múlása
és ezzel való szembenézés azt jelenti, hogy vannak földi feladataink, amelyeket teljesítenünk kell, és ezeket Isten előtt teljesíti a hívő ember. Tehát amikor a földi feladatainkat szeretnénk a legjobb tudásunk szerint megtenni a közjó vagy a embertárs szolgálata által, ezt a hívő ember az Isten előtti felelősségéből teszi, és hát így tudnám összefoglalni az új esztendőnek az üzenetét, hogy új remény, új esztendőben, új szívekkel dicsérjük Jézust énekekkel, azt a Jézust, aki bennünk és közöttünk lakik, ott lakik a másik emberben, meghív, hogy szolgáljuk őt, és ezáltal a szolgálat által, ugye amikor ajándékozunk, vagy szeretetből tudunk valakinek örömet szerezni, átérezzük azt, hogy mi is növekszünk. Szent Pál apostol ezt így mondja, jobb, nagyobb öröm adni, mint kapni. Milyen lelki útra valót adna a 2013-as esztendőre a híveknek, az embereknek? A Jézusnak a fő parancsát tudnám idézni. Jézus 3 évig tanított itt a Földön az ő nyilvános működésében, de egyetlen egy parancsot adott. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez a legfőbb erő a mai világban is, és higgyünk a szeretet erejében, hogy az a szeretet, amely Istentől jön, és megtermékenyíti az ember cselekedeteit, az hatással van ránk is, és a környezetünkre is. Ha ezt megpróbáljuk a mindennapokban a legapróbb cselekedeteig is levinni, megvalósítani, felfedezzük azt, hogy az életünk, a leghétköznapig tetteink is bele simulnak abba az isteni tervbe, amely által a kis dolgok is nagyjá lesznek, és a nagyok is pedig közel kerülnek hozzánk. Számos területen hoz változást az új év Magyarországon. Nézzük, mi mindenben lesz más az életünk idén. Január 1-től 10%-kal kevesebbet fizetünk a villanyért, gázért és távfőért. 5000 forinttal emelik a minimálbért, amely így 98 ezer, a szakmunkásoknál pedig 114 ezer forint lesz. A korábbi szabályoknak megfelelően infláció arányosan nő a nyugdíjak és több szociális ellátás összege. Ez az érintetteknek fejenként és havonta átlagosan ugyancsak plusz 5000 forintot jelent. Havi 5000 helyett már 8000 forint Erzsébet utalvány igényelhető, közben emelkedik a béren kívüli juttatások adóterhe. Szigorodik a tajkártya használata. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél valamilyen arcképes igazolványt is fel kell majd mutatni. Januártól az eredeti összegre emelkedik a telefonadó. A júliustól bevezetett adó 700 forinttal terheli majd a lakosságot, és 2500 forinttal a vállalati ügyfeleket, vagyis ennyivel kerül többe a telefonálás. Drágul a budapesti tömegközlekedés. Egy vonaljegy 350 forintba, egy havi teljes áru bérlet 10500 forintba kerül majd, és új bérlettípusokat is bevezetnek. A volán és a MÁV tarifái nem változnak. Teljes egészében életbe lép az új munkatörvénykönyve. Változnak a szabadságolások, és többfajta munkavállalói juttatás csökken. A munkahelyvédelmi akcióterv is életbe lép. Azok a cégek, amelyek gyedről visszatérőket, 25 év alatti pályakezdőket vagy 55 év felettieket foglalkoztatnak, adókedvezményt kapnak. 2013-ban tényleg egy kulcsos lesz az adórendszer, megszűnik a szuperbruttósítás, 16%-os lesz a személyi jövedelemadó. Eltördik a járulékplafont, mindenkinek 10%-os egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A kisvállalati adót, a kivát, a 500 000 forintnál kisebb árbevételű, legfeljebb 25 főt alkalmazó cégek vehetik igénybe. A kata, a kisadózók tételes adója 6 000 000 forint bevételig választható. Jelentős bevételre számíthat az állam a tranzakciós illetékből is. Kérdés, hogy ennek mekkora részét terhelik majd a bankok az ügyfeleikre. Az illeték mértéke utalásnál az összeg 0,2%-a, készpénzfelvételnél 0,3%-a lesz. Műveletenként maximum 6000 forint lehet, és még a hiteltörlesztések után is meg kell fizetni. A települések és vecsés életében is jelentős változás hozott ez az év. Megalakultak a járási hivatalok, többek között a vecsési járási hivatal is, melyhez városunkon kívül Üllő, Ecser és Maglód tartozik. A hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezet- és természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől.
A járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség. A hivatalvezetők december 17-én tettek esküt Budapesten, a Vecsési járási hivatal vezetője Azali Zsuzsanna lett. Állami fenntartásba kerültek január 1-től az eddig önkormányzati köznevelési intézmények, amelyek ezzel beolvadtak a Klebersberg intézményfenntartó központba. Az iskolák feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon, ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő más eszközöket és felszereléseket is, szintén a központ ingyenes használatába, illetve kezelésébe került. Az állami intézményfenntartó foglalkoztatotti állományába tartoznak az idei évtől a pedagógusok, valamint az oktató és nevelő munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak is. A törvény alapján ugyanakkor munkavégzési helyük a tanítási év végéig nem változtatható. A január 1-től életbe lépő új jogszabályok folytán számos változás lesz a bíróságokon. Létrejönnek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-bíróság. A helyi városi bíróságok ezentúl járásbíróságok lesznek, a fővárosi kerületi bíróságok viszont megőrzik eddigi elnevezésüket. Január 1-től az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat már elektronikus úton is kezdeményezhetik a polgárok. Az új rendszer a tervek szerint kényelmesebb, gyorsabb lesz, mint a hagyományos papíralapú ügyintézés. A program lényege, hogy a kérelmeket és a terveket januártól az ügyfélkapun belépve az interneten is be lehet nyújtani, az ügyek kezelése pedig elektronikus úton történik. Szintén közérdekű információ, hogy a 4 hónapnál idősebb kutyák csak elektronikus transponderrel, közismertebb nevén csippel megjelölve tarthatók január 1-től. Kötelező csippesztetés és szigorúbb fajta megjelölés a dokumentációkban. Januártól az app tulajdonosoknak is oda kell figyelniük az új szabályokra. Elkezdődött a 2013-as év, és ettől az évtől január 1-től a 4 hónaposnál idősebb kutyákat kötelező csippel ellátni. Mi van abban az esetben, hogyha olyan kutyával találkozik, amelyben még nincsen elhelyezve a transponder? Nekünk minden kutyát minden egyes vizsgálat alkalmával le kell olvasni, hogy van-e benne csip. Abban az esetben, hogyha a tulajdonos még valamilyen oknál fogva nem tetette bele, akkor ezt a lehetőséget biztosítjuk a számára, tehát adott kezelésnél azonnal bele kell, hogy helyezzük a csipet, hogyha ő ettől elzárkózik, akkor viszont az állatorvos nem mérlegelhet, jelentési kötelezettsége van, részben a illetékes vecsési önkormányzat felé, részben pedig a kerületi főállatorvosi hivatal felé, amelyek viszont nem mérlegelhetnek, és ez esetben, hogyha a tulajdonos nem akarta, vagy nem hajlandó beletenni a csipet, akkor szabálysértést követel, és kiszabják a bírságot. Mi van abban az esetben, hogyha valaki nem januárban, hanem majd valamikor ebben az évben, az év közepén hozza el a kutyáját bármilyen jellegű panasszal, vagy akár oltásra, és azt fedezi fel, hogy nincsen csip, akkor van-e még ultimátum, vagy már eleve feljelentési, bejelentési kötelezettsége van? Hát az a pár perc ultimátum van, amíg megbeszéljük vele, hogy most kötelezően bele kell, hogy tegyük a csippet, és ebben az esetben, hogy akkor be is tesszük azonnal. Ha nem akarja, akkor nincs tovább ultimátum, tehát ez kötelező. Ugye itt felmerült a tavalyi év vége felé, sokan érdeklődtek, telefonáltak, hogy az ő kutyája már ennyi idős, hogy az ő kutyája nem megy ki az utcára. Tehát a gazdik jelentős, inkább a kisebbik rész azért keresett néha kibúvót, vagy nem értette, hogy az ő kutyájában miért kell. A jogszabály egyértelműen fogalmaz, tehát minden kutyában január 1-ig benne kéne lenni a csipnek. Nyilván előfordulhat, hogy vétlenül valaki még ezt nem tette meg. Ekkor, amikor jön, akkor mindenképpen bele kell, hogy tegyük, de hát felhívom a gazdik figyelmét, hogy ez igazándiból időhúzás csak, már előbb-utóbb úgyis bele kell tenni, és akkor nem célszerű talán megvárni azt a viszmajor esetet, hogy közben a kutyus embert mart, elveszett, és nincs benne a csip, mert akkor viszont már, ha például megmart egy embert, és nem volt benne csip, akkor már egyértelmű, hogy ott már nincs mérlegelési lehetőség. Ha most az összegekről beszélünk, akkor mettől meddig terjed a csip ára, illetve a büntetés? Hát a becsippezés minden egyes költségével, betegvizsgálattal, adminisztrációval együtt ez ilyen 5500 forint körül összeg körül mozoghat, illetve januártól ez már a
valószínűleg a minimál tarifának megfelelően 6000 forint körül összeg lesz, a büntetés pedig, jól tudom, akkor 15000 forinttól, akár 100000 forintos tételig is. Egyéb változások is vannak ettől az évtől, mégpedig az állatok fajta megnevezésével kapcsolatosan. Így van. Az új minisztériumi állásfoglalás szerint az állatorvos az állatútlevélbe és az oltási könyvben az állat fajtájának a megjelölését csak abban az esetben vezetheti be, hogy fajta tiszta, tehát adott esetben német, juhász, vizsla, puli, bármi, hogyha a tulajdonos rendelkezik a fajta egyesület által kiállított törzskönyvvel. Ezt csak akkor vezethetjük be, hogyha a tulajdonos hozza a törzskönyvet, és akkor nekünk oda be is kell írni a törzskönyvi számot. Ellenkező esetben bármennyire is megegyező jelei vannak mind az adott fajtának, és én is látom rajta, hogy valóban ez egy szép német juhász, vagy egy szép agár, vagy egy szép puli. Nem írhatom be már azt, hogy ez a fajta, maximum annyit tudunk beírni, hogy ennek a fajtának a keveréke, mert ez az új álláspont. Ez azok számára, akik nem tenyészettel foglalkoznak, gondolom, hogy maximum érzelmi válságot okozhat, hogy szegény kutyám, aki tényleg egy fajta tiszta ebb, mégis keverék van beírva a dokumentumokba. Mi ennek az egésznek a jelentősége az ön tudomása szerint? Pontos okát nem tudom megmondani. Itt a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, mint kinológiai egyesület és egyéb törzskönyvezéssel foglalkozó egyesületek és a magyar kormány közötti egyeztetés következményeként alakulhatott ez ki, ugyanis a fajtatenyésztő egyesületeknek van törzskönyvezési jogkörük, és valószínűleg ez talán egy megelőző intézkedés arra vonatkozólag, lévén a magyar fajta kutyák, azok például az ebadó megfizetése alól ugye mentesülnek, viszont azt, hogy az valóban magyar fajta kutya, fajta tiszta kutya, az csak a tenyésztő egyesület által kiállított törzskönyv az egyetlen hivatalos dokumentum, ami ezt alátámaszthatja. Gondolom, hogy ha viszont már a magyar fajtákra ez érvényes, akkor az összes többi fajtára ez az érvényes, hogy törzskönyvvel kell igazolni a fajta tiszta vonatkozásokat. Névjegy című rovatunkban ezúttal a Nachtigallen kórus egyik alapítóját mutatjuk be. Gombár Mónika neve és hangja azonban nem csak Vecsésen ismert. Névjegy című rovatunkban ezúttal Gombár Mónikánál járunk, a Vecsésen Nachtigallen kórus egyik alapítójánál. Mikor, hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen kórust jó lenne létrehozni itt Vecsésen? Gimnazisták voltunk, Pavel Rita és én, mi ketten úgy döntöttünk, hogy nagyon jó lenne azt a német népdalkincset, amit mi a Német Nemzetiségi Gimnáziumban Luncer Tenész tanárnő segítségével elsajátítottunk, sokszorosítani, több vecsési dallal bővíteni, ezért elmentünk idős nénikhez diktafonnal, és felvettük a Vecsésen még fellelhető dialektusban, vecsési dialektusban énekelt népdalokat. És az én feladatom volt, hogy ezt lekottázzam, Rita leírta, és utána összeverbuválódott egy betlehemes csapat, akik utána szépen mindig jártak hetente egy vagy két kóruspróbára, és jövőre én már ennek 20 éve, el se hiszem. Hány dalt sikerült hozzávetőlegesen összegyűjteni akkor? Akkoriban Palottai nénitől gyűjtöttünk egy 8-10 dalt. Früvirt Misi bácsi is nagyon nagy segítségünkre volt, neki már léteztek régebbi felvételei, kazettán, később ugye CD-n, és akkor ezt ő előszeretettel odaadta nekem. És én nem csak hogy lekottáztam, hanem mivel 12 évig jártam ugye zongorázni, zeneiskolába, erre a pályára szántak különben, az volt a tisztem, hogy ebből az egy szólamú népdalból kettő, illetve három szólamú, hát nem műdalt, hanem egy terccel és basszus alá festett népdalt alkossak, és remélem, hogy sikerült. A közönség szereti ezt a több szólamúságot.
A gimnazista lányokat általában nem az jellemzi, hogy nekiállnak és népdalokat gyűjtenek a saját városukban. Mi volt mégis az a zenei irányzat, ami nagyjából meghatározta az életedet? Hát a népdalgyűjtés, ugye az, ahogy az előbb mondtam, gimnazistakor, 14-től 18 éves korunkig nagyon-nagyon meghatározó volt az osztályfőnökünk személyisége és identitástudata a magyarországi németeket illetően, és mivel nyelvében él a nemzet, a mi német nemzetünk is, ezért ugye a még felelhető német népdalok fele kanyarodtam, ami a német nemzetiségi népdalkultúrát illeti. A másik nagyon meghatározó stílus, ami ugye engem vezérelt, az a klasszikus. 6 éves korom óta zongorázom, tehát a klasszikus zene az a véreimben van. És emellé még ugye egy harmadik stílus irányzat is becsusszant, nevezzük úgy pop, musical. A legtöbb tinédzser életében van egy olyan pillanat, hogy próbálja a szárnyait rebesgetni, merre fele, milyen stílusban, hogyan találja meg önmagát, és nagyon fontos volt az a Széni tanoda, én Botka Valériához is jártam, utána az Arany 10 stúdióba, a rock operának a kórusába, tehát mindenhol próbálgattam magamat, hogy hogyan lehetne még jobban, szebben csiszolni a hangomat, és a musical azóta is a szívem csücske maradt. Említetted, hogy a szüleid erre a pályára szántak. Hány éves korodban gondolták azt, hogy zenét kéne tanulnod, illetve úgymond, és ezt ilyen kicsit ilyen pikírten kérdezem, hogy mire alapozták azt, hogy neked erre a pályára kell menned? Végül is nem a szüleim alapozták, bár mindig támogattak. Ugye édesapámtól kaptam a nagyon jó hallásomat, édesanyám anyukájától a hangomat, hanem ők úgy vették észre, hogy egyszer bementem egy barátunkhoz, Vecsésen a főúton, nekik már akkoriban, tehát a 70-es évek végén volt egy gyönyörű versenyzongorájuk. És én leültem, és ott eljátszottam állítólag 4-5 éves koromban az Abbának az egyik számát, vagy a Boniemnek az egyik slágerét, és felfigyeltek, hogy hú, esetleg kellene venni ennek a lánynak egy zongorát. Viszont úgy adták nekem elő, hogy nem zongorát kapok, hanem zenélő hegyezőt. Akkoriban nagyon divatos volt a zenélő hegyező, és amikor hazamentem, megláttam a nappaliban a gyönyörű versenyzongorát, hogy egyik szemem sírt, a másik nem, hogy hát szép, de hol a zenélő hegyezőm. Tehát innentől kezdve úgy megvolt az út, és amikor 6 évesen megírtam az első keringőmet a zongoratanárnénimnek, Kunkhajzer Józsefnének, akkor úgy megpecsételődött a dolog, nem nagyon szoktak 6 évesek keringőt írni, és egyből leküldtek Monorra, ott volt a tehetséggondozás, a B-tagozat, és ott eldőlt, hogy szerették volna, hogy zongoraművész legyek. Ám az élet sajnos nem így hozta. Tartottak-e téged valaha csodagyereknek? Ugye a zsenik és a csodagyerekek általában 4-5 éves korukban mutatják meg először a tehetségüket. Illetve pontosabban addig mutatják meg a tehetségüket. Igen, a zene terén, főleg a zongora, a hallás és a zeneszerzés területén egyből rám pecsételték ezt, és küldtek természetesen szolfés versenyekre, stb. Ott a karnagyság alapjait is már belém nevelték, mintha tudták volna, hogy én majd 10-15 év múlva egy kórust fogok életre hívni. Ez a keringő dolog volt az, ami úgy megpecsételte az én ottani létemet, és utána is mindig vizsgákra is saját darabokat vittem. Mindenféle nehéz dolgokat énekeltem, tehát ugye egyértelmű volt nekik, hogy vagy ének, vagy zongora. Ám ott dőlt el a kérdés, hogy zongora, vagy nem zongora, hogy amikor 14 éves voltam, ugye nagyon fontos volt már akkoriban is a nyelvtudás. És mondta az én drága szolfés tanárnőm, a Judit néni, hogy hát Mónika, a konziban sajnos csak olasz, német és angol tanítás van, de csak olyan szinten, ami az operákhoz kell. Tehát te abból egy nagyon jó nyelvvizsgát vagy nyelvtudást nem fogsz szerezni. És utána megnéztük a kezem méretét, és az újak is ugye predesztinálják az embert. És amikor már Liszt vagy Brahms jött volna, és a nagyobb távokat nem olyan könnyedén fogta le, az amúgy állítólag rugalmas kezem, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor legyen magánének. De magánéneknél is ott eldőlt a nyelv dolog miatt, tehát inkább maradt a gimnázium, két tannyelvűség, és mellette ugyanúgy jártam énekelni Sík Olga nénihez, ugye, akit nagyon sokan ismernek, akkor a musical stúdiók, tehát így párhuzamosan ment a nyelv és a zene. Mindenféle bók nélkül általában a jó énekeseknek jó a beszédhangjuk is. Neked is van egy kis rekedtség a hangodban, ami, hogyha énekelni kezdesz, akkor nyilván ez egy különleges rezonanciát ad neki. Mi az, ami mégis hiányzott ahhoz, hogy országosan ismert ember legyél? Hát az országos ismertség ugye 98-ban sikerült.
Az azt jelenti, hogy a TV2-nél volt egy kifutó nevű tehetségkutató műsor, és ott én egészen a középdöntőig jutottam, Dobos Attila Mama című slágerével, és ez a dicsfény eltartott egészen 2 évig. 2000-ben ugye még a Dáridóban is, még akkor Lajcsi előszeretettel meghívott, Mari Zsuzsit is ugye meg engem, és nagyon szép korszaka ez az életemnek, mert alapítottunk egy duettet egy barátnőmmel, és mindenféle menedzseri segítség nélkül bejártuk az országot. A színpadon tehát Gombár Mónika! Elül a kisbaba, először mondja, hogy mama! A nagy a bánata, szopog a hangja, hogy mama! Valami kell neki, a buci elverít, mama! Tehát én készítettem CD-t egy nagyon-nagyon híres zeneszerzővel együtt, és demoanyagot kiutaztam Amsterdamba, angol nyelvű, tehát láttuk, hogy nagyon kicsi ez a magyar poppiac ahhoz, hogy bárki bejusson, még akkor is, hogyha érdekes, vagy jó a megjelenése, vagy esetleg különleges a hangja. De itthon ez nem sikerült, külföldön is mindig voltak felkérések, hogy na majd egy nagy szimfonikus zenekarral, akkor ezt megzenésítjük, különböző, most nem mondom a neveket, lemezkiadók, de mégis úgy az a meghatározó áttörés hiányzott. Lehet, hogy itt hiányzott a menedzser szerepe. Igen, biztos, hogy a menedzser szerepe is hiányzott, én sem nagyon kerestem, ezt aláírom, vagy vártam a csodára, talán naív voltam, hogy valaki becsönget vecsésen, hogy de jó hangja van a Gombár Móninak, nekem ő kell, tehát lehet, hogy bennem is volt egy ilyen naiva szerep, bár ezt sem mondanám, mert azért mi kopogtattunk egy-két helyen ismerőseimmel, ahol esetleg meg lett volna az anyagi háttérsegítség, és olyan válaszokat kaptunk, hogy nagyon szép, nagyon jó a zene, ők is hallották már az én zenémet, csak nem tudták, hogy én éneklem, hisz én írtam, és én éneklem angolul, de akkor is ki kellene találni Mónikát. Na most tudni kell, hogy én nem vagyok egy nagyon formálható, alakítható, szőke naiva, főleg most Barnát, tehát soha nem voltam az. És ez szerintem úgy egyből lejött, egyből átütött ezeknek az embereknek, hogyha most is ugye figyelik a kedves nézők a tehetségkutatókat, én már be sem kapcsolom, mert sajnos tudom, hogy ezek általában hogy működnek, a kapcsolati rendszerrel, az előre lejátszással, tehát ott is olyan embereket keresnek, akik még formálhatók bizonyos képre, amit az adott menedzser elképzel. Én erre nem voltam alkalmas. Illetve a társadalmi igénynek megfelelően, nem? Tehát lehet, hogy nagyon szépen énekelsz, csak pont az úgymond és általad rugalmatlanságnak nevezett tulajdonság alapján, aki nem alakítható, az nem alakítható rá a közízlésre. Így viszont nagyon nehéz megtalálni a te közönségedet. Kikből áll a te közönséged? Az én közönségem szerintem a zenei kifinomult ízlést, és ezt nem nagyképűen mondom, hanem az ízléses, igényes zenét kedvelőknek próbálok én megfelelni. Tehát soha nem volt az a tingli-tangli utca-utca technózene az én stílusom, inkább a funky pop, mindez több szólamban, egy nagyon mély romantikus érzelemvilággal. Tehát olyan emberek, és nem mondom, ezt most korban nem szeretném behatárolni, mert egészen a 14 évestől a 70-80 éves korú emberekig is akadnak, hogyha elmegyek bárhova fellépni, lelkes tapsolók a nézők között, de mindenképpen az igényes zene. És én ezért nem is adtam be soha a derekamat, és nem voltam megalkuvó, és valóban mindezt még most is 38 évesen, hogy eljön még az én időm, és remélem, hogy Magyarországon is lesz olyan kereslet, hogy az igényes zenére, vagy az igényes hangra is odafigyelnek az emberek. Nem bántad meg sosem, hogy úgymond nem adtad be a derekadat? És itt most ez tényleg a szó átvitt értelmében értem. Nem, azért nem, mert így mindig tükörbe tudok nézni. Így mindig tudok úgy énekelni, hogy azt mondom, hogy ez igen, erre lehet építeni. Nem hagytam magam mögött olyan negatív múltat, amivel lehet, hogy nem tudnék utána, vagy emberileg, vagy szakmailag kibékülni. A drága, megboldogult énektanárnőm Sík Olga mondta, amikor egy, hát most már befutott, nagyon híres csapathoz hívtak volna engem énekelni, én lettem volna az egyik női énekes, hogy ne, Móni, ne, a szakma megjegyzi. És akkor a férjemmel szoktunk ezeken úgy vitatkozni, hogy mi lett volna, ha? Ez a mi lett volna, ha? Lehet, hogy akkor már nem is itt lennék, lehet, hogy már nem is vecsésen lennék, lehet, hogy nem is ő lenne a férjem. Tehát a szél azért messzire viszi az embert, főleg, hogyha egy ilyen kerékvágásba, egy malomba belelép, mint ami ugye az éneknői karrier, vagy az énekesnői karrier.
Mondtam nemeket. Mondtam nemet például a Charlie-nak, az egyik menedzserének, aki szeretett volna elvinni a 98-as kifutó láttán egy óceánjáró hajóra. Nem, én akkor már a férjemmel, illetve akkor még párommal együtt voltam, tehát nem mertem volna nőként egyedül, volt bennem egy félsz, egy tartás, hogy mi lesz ott velem a nagy tengeren, mit csinálnak velem, hogy érek haza, tehát nem. Ugyanezen nagyon híres zenekar ott is, a zenei stílus melyik nagyon ez a jó zenekar? Volt, a Romantik zenekarba hívtak. Először Romantik néven futott volna. Most tudni kell, hogy ez szintén ugye 98 és 2000 között zajlott az ő kérésük, és mondta nekem Győző, hogy hát ugye minden úgymond előre le van játszva, mint általában, aranylemez lesz teljesen, nyugodt lehetek, ez egy előre lezsírozott produkció, jöjjek. És akkor 24 óra gondolkodási időt adtak, de a külsőmet, a stílusomat teljesen át kellett volna változtatni. Fekete haj, sejemruha, tehát egy más nemzetiség bőrébe kellett volna bújni, mondom, akkor még a remük nem is az volt, hogy Romantik, hanem Romantik. És én akkor ugye a Német Nemzetiségi Önkormányzat kulturális bizottságaként, tagjaként úgy nem nagyon láttam, meg emberileg sem. Szakmailag, zeneileg nagyon odahúzott a színem, de emberileg nem szerettem volna egy győző kaliberű ember bőre mögé, illetve nem is a bőre, hanem az ő személyisége mögé a háttérbe én meghúzódni, nem. Tehát én mindig egyéni karrierre vágytam. És most még vágyok, még mindig. Remélem, hallja valaki. És most is itt ülünk Vecsésen a házadban, és mai napig ugye akkor várod azt, hogy felfedezzenek, de nem lehet az, hogyha mindig csak vársz, és amikor igazán belevághatnád egy nagy fába a fejszédet, és egy kicsit bátrabbnak, vakmerőbbnek, kalandvágyóbbnak kéne lenni, akkor meg nem mersz lépni. Tehát nem lehet az, hogy majd itt 10-20 év múlva még mindig itt ülsz, és azt mondod, hogy én egy fel nem fedezett tehetség vagyok? De bár én úgy érzem, hogy én nem arra várok, hogy engem felfedezzen. Mindig tettem érte. Elmentem ugye a lemezkiadóhoz. Hál' az égnek úgy hozta a sors, hogy Kortye Vilmosékkal nagyon jó együttműködésre tudtunk lépni, és a rockoperánál felkértek, hogy segítsek az énekdallamok megírásánál, és ott szerepelhettem is, ahol szintén egy gyermekkori álmom valóra vált. Most egy másik musicalt írnak a Villiek, és ott is szívesen segítségül látnak engem a Mózi 100 éves évfordulójára. Duetteket írunk, szintén szereplek benne, többen megszólítanak, tehát én Vecsésen egy közismert emberke, hogy mondjam, helyi kis sztárocska lettem, aminek örülök, de nem azért, mert sztár vagyok, hanem azért, mert én úgy érzem, hogy a Jóisten azért adta nekem ezt a hangot, vagy fület, vagy zeneszerzői tehetséget, hogy én ezzel örömet okozzak sokaknak. Most a rockopera erre volt jó, hogy azt sokan látták, hála a tévének utána felvételről szintén sokan látták, ám a most futó tehetségkutatóknál is én mindig elmegyek. Mert én még hiszek a mesékben. A férjem mindig mondja, kicsim, hát tudod, hogy működik. Le van zsírozva, felhívják telefonon, lefizeti a menedzser, megvan, hogy kinek kell bejutni a 10-be, és én ezt sajnos tényleg tudom, hogy így van. És én akkor is azt mondom, de elmegyek, mert utána nem szeretnék úgy élni, hogy úgy kelek föl, hogy nem próbáltad meg, Móni. És ez volt a bármelyik, nem tudom, mondhatom a nevét, most futó tehetségkutatóknál, az X-faktornál, a Voice-nál, amikor érdekes módon még 3 kamera bejön a 2 normál kamera mellé, amikor én éneklek, és utána gratulálnak, és azt mondják, hogy művésznő, köszönöm a produkciót, majd meghívnak a második menetbe, csak hogy értse a közönség, hogy miről van szó, de amikor arról van szó, hogy élő felvétel, hogy ott öreg vagyok-e, vagy nem tudom, hogy miért nem. Utána látom a 18-20 éves suhancokat, jó hangjuk van, de nem az az érett hang, mint az enyém, akkor nem biztos, hogy végignézem a műsort. Tehát valahol egy picit csalódok, és akkor megint olyan bundaszaga van az egésznek. De én akkor is oda megyek, hogy megadjam az esélyt nekik, nem magamnak, nekik, hogy itt volt egy ilyen hang, és ha ők ezt elszalasztják, utána magukra vessenek. Mert ahány lesz, én mindig megyek. Érdekes pontra érkezett a beszélgetés, és itt akkor egy kis kulisszatitkot is elárulunk azoknak a nézőknek, hiszen közel 10 évig voltam ezeknek a kereskedelmi tévéknek egy ilyen casting igazgatója, tehát én magam is szereplő válogatásokon vettem részt. Azt kell, hogy mondjam, jelentős mértékben azért cáfolom, amit most mondasz, és ez pedig, amikor a továbbjutásról van szó, itt jön ez a kulcsszó, amit az elmúlt percekben mondtál, a rugalmasság. Tehát még egy 18-20 éves fiatalból bármi kihozható, és akkor itt van egy hölgy, akinek van egy markáns személyisége, vannak elvei, van egy olyan karaktere, ami érezhetően nem befolyásolható, ezzel valóban bármennyire lehet, hogy jobban énekelsz, mint a többiek, nem lehet mit kezdeni.
Nem tudom, ez a befolyásolhatóság, hogy mennyire nem. Tehát én szakmailag, én mindig alázattal viszonyulok a dolgokhoz. Tehát, hogyha legyen egy casting igazgató, vagy egy énektanár, tehát most is legutoljára ugye a Voice-nál hangszalag csomóval küzdködtem, és ő ezt érezte is, és rákérdezett. Tehát én attól tartok, hogy lehet, hogy ez volt talán az ok annak, hogy nem mertek visszahívni, mert féltek, hogy a hangszalag csomó, ugye az egy visszatérő dolog, ha az ember nem jól kezeli, és meg is kérdezték egyből, hogy melyik tanárnőhöz járok, és én elmondtam a nevét, és akkor mondta is a Magyar Hajnő, hogy igen, ő tartja a legjobbnak. Tehát én lehet, hogy egy ilyen kis félsz is volt az ő részükről, hogy lehet, hogy jó, lehet, hogy csini, lehet, hogy jó a hangja, de mi van, ha pont akkor megy el? Tehát én emiatt a mostani Voice-t úgymond nem negatívként élem meg. Térjük vissza arra, hogy zeneírással is foglalkozol, és hogyha most a mérleg egyik serpenyőjébe beletesszük azt, hogy hogy énekelsz, a másikba pedig azt, hogy milyen zenéket tudsz szerezni, akkor melyik oldalra billenel jobban? Melyikben vagy szerinted a jobb? Hú, ez jó kérdés. A hangom egyedisége miatt én különlegesnek, viszonylag különlegesnek, vagy tömegből kirívónak érzem a hangomat, talán azért, mert klasszikus éneklést is tanultam. És a pop és a rock mellett nagyon jól fekszenek a fejhangok, ami viszont egy opera énekesnőnek az adottsága. Tehát ez egy nagyon nagy Isten adta dolog. A másik serpenyő, hogy azt mondta, hogy merre billenjen, ugye én amúgy is mérleg vagyok, mindig mérlegelek, úgyhogy ez most nehéz ez a feladat. Tehát a zeneírás az egy nagyon nagy adottság. Amikor az ember éjszaka felpattan az ágyból, és kimegy, és leírja a dolgokat, vagy amikor a férjem azt mondja egy új slágerre, hogy hú, Mona, te egy ilyenből, vagy egy ilyen zenéből 12-t megírsz egy hét alatt. És ő is mondta, hogy ha úgy érzik a magyar honiak, hogy valami miatt nem, akkor küldjem ki a saját szerzeményemet híres embereknek. Próbáljuk meg úgy, vagy próbáljak meg én egy olyan csapatot. És ezért volt nagyon jó ugye a rock opera. Tehát nem tudom, a zeneírás az talán egy különlegesebb tehetség, mint az éneklés. Az éneklés megtanulható. A zeneszerzés az vagy belülről jön belőled, vagy nem. Az tényleg egy nagyon nagy tehetség. Bár szerintem az éneklés is. Tehát valahogy egy kicsit egy hajszányira talán a zeneszerzés. Igen, nyert talán. De azért az éneklést jobban szeretem, mint a zeneszerzést. De ugyanakkor pont abból kifolyólag, hogy ilyen markáns személyiség, vagy nehezen tudom elképzelni, hogy egy általad megírt és általad kifejezetten jól sikerült zenének, nótának tartott dallamvilágot, egy dallamot odaadjál másnak, hogy más vigyen sikerre. Jól gondolom? Nagyon nehéz, igen, nagyon nehéz döntés lenne, ha én tudnám, hogy ki az, aki szeretni, tehát, vagy megrendelni, mert ugye mostanában így szokás, hogy legyen egy lírai romantikus szám, erről szóljon, vagy arra, vagy legyen egy rokkos, dögös, húzós nóta, és én tudom és ismerem a markáns jelenvonását annak az előadónak, vagy annak a csapatnak, akkor biztos, hogy az ő képükre tudom formálni. És akkor úgy talán, ugye, mint egy saját kisgyermeked, babát, úgy könnyebben odaadok, mert nem a Gombár Mónit látom mögötte. Ha viszont úgy írok meg egy zenét, hogy hú, ezt én is elénekelhetném, mert stílusilag illik hozzám, vagy hangilag jó a lágéja, arról biztosabb nehezebb lemondani, de nagyon nagy öröm lenne hallani azt is vissza, hogy más éneklés sikeres. Persze nem én nagyobb öröm lenne, hogyha én énekelhetném, és azáltal lenne sikeres, de ez egy következő századi mese, igen. Az elveim, a helyhez kötöttség, de legfőképpen a családcentrikusság, a siker, úgy mondod, hogy ugye ismert az ember országos szinten-e, vagy nem, hogy ez mibe került volna nekem, vagy mibe került volna a családomnak, vagy hogy az a családom lenne, ilyen két szép, gyönyörű gyermekem, mint a Fannikám, a Lizám, egy fantasztikus férjem, mint a Tibor, hátam mögött egy nagyon jó segítő családdal, akik mindig kiállnak mellettem az énekesi pályán is, és a tanári pályán is, mert ugye német tanár vagyok emellett, abban nem vagyok biztos. Tehát, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem tudnék ennyire odaadó anya és feleség, és emellett üzletasszony és tanárnő is lenni, ami a szívem másik csücske, ha járnám a világot énekesnőként. Viszont soha nem adom fel, hogy egyszer majd talán a Milánói Szkálában duettet éneklek egy nagyon hozzám közel álló kedves hölgyel. Hogy ez hogy fog összejönni, még azt nem tudom, de vannak olyan célok az egyéni éneklés terén is, amit nem szeretnék feladni, és a kórus terén is. Nyilván azért hanghordozó már az eddigi munkáidról is van.
Igen, igen. Egy nagyon kedves budai barátommal, ő egy nagyon ismert zongoraművész, Bedi Feri, ővele írtunk már egy egész CD-nyi demo felvételt, ebből többet Amsterdamban is sikerült rögzítenünk, ezek profi felvételek, ezért mondtam, hogy amikor elmentünk egy híres magyar kiadóhoz, ismerte a dalomat, csak azt nem tudta, hogy én éneklek, ugye, mert kellett volna, vagy az a kapcsolati, vagy az a menedzser mellém, aki azt mondja, hogy igen, ez a lány, és csak ez a lány. Tudnál ebből idézni most? Igen. Melyikből szeretnéd? Egy gyorsból, vagy lassúból? Abból, amelyel amiket már ismert. Igen. Jó, akkor legyen a gyermekeim és a férjem kedvence talán a Vipalla Léna. Na, ez az, amit ugye többen ismernek itt Magyarországon. A Vipalla Léna az egy kitalált szó, ami egy táncra utal. Tehát egy olyan videoklippet készítettünk volna hozzá, és állítólag Bécsben már meg is voltak a tánclépések, tehát ez egy ilyen nagyon fura világ, úgyhogy nem lehet ennyi idő alatt elmesélni. Ami hasonlít egy kicsit a Lambadához, nagyon szexi, egy tengerparton, homokban táncolják a fiúk és a lányok, és röviden annyi a dolognak a története, hogy gyere, táncoljuk el a Vipalla Lénát, én megmutatom neked, milyen a Vipalla Léna, csukd be a szemed, érez jól magad, minden happy lesz. Tehát ez egy ilyen nóta. Na jó, akkor megpróbálok egy sort belőle. Bár rekett vagyok. In this summer you have nothing to do, just lay in the sunshine and don't be so blue. Forget your problems, forget your fears, whoa. There's a party on the beach, the girls are nice and the boys are cool. The sand is hot and the disco is full, but you feel lonely without a friend. I gonna show you a dance to get some friends. Oh, come on and dance with me, the Vipalla Léna. I show you the new steps of Vipalla Léna. Hold up your hands and move your body in fever. I show you the new steps for Vipalla Léna. Például. De hát vannak ilyenek még a tarsolyomban. Ezt nyáron el tudom képzelni a Balaton partján. Igen, ez egy ilyen nyári slágernak is indult. Volt egy mélyebb, egy romantikus hangvételű, amire azt mondták, Párizsba is kivitték, és Bécsbe is, és ott két nagyobb lemez kiadó azt mondta, hogy egy nagy szimfonikus zenekarra kellene előadni. Abból is esetleg egy rövide? Jó. And now your time is over, and I can't touch your hand. There's a big distance between our two hearts. I couldn't tell you the truth. Then I'd be always missing you. If I can be with you all my life, I'm missing you. If I can't be with you all my life. Ezt a számot Amsterdamban egy nagyon nagy testű, 120 kilós barnabőrű hölgyel is próbálták felénekeltetni. Aztán voltak szőkék, barnák, és a végén azt mondta az én zeneszerző kollega, barátom, a Bedi Feri, hogy nem. Tehát amikor ezt a demót Magyarországon a kis budai stúdióban felénekeltük, ilyen hangszínnel, ilyen hajlítással ezt a Móni. Tehát azért mondtam, hogy biztos vannak olyan zene, olyan szerzemények, amelyeket bárki elő tud adni, és lehet írni ugye rengetegféle stílusban, de ami nagyon a tied, arról nehezen tudsz lemondani. És vannak olyan kincseim, amiről nem tudnék lemondani, és nem is szeretnék soha. Legyünk akkor derülátóak, és képzeljünk el akkor egy olyan jövőt, amikor már a saját koncertedre a szép családod, a szépen felnövögető gyermekeit kísérnek el. Úgyhogy ez még azért létrejöhet szerintem, és ahogy így nézem az elszántságodat, mindent meg is fogsz azért tenni, hogy ez így legyen. Beszéljünk azért egy kicsit a gyermekekről is, hiszen van két szép lányod, és egy rendezett családi életet, amit egyébként tegyünk hozzá, valóban sok énekes nő nem mondhat el magáról. Így van, és erre vagyok a legbüszkébb. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok a zenei sikerekre, de ez mind másodlagos. Ugye nagyon-nagyon fontos az egész kis életünkben a család. Mindig családközpontú volt az én gyermekkorom is, nekem mindig otthon volt, édesanyám volt, aki hazavárt, volt meleg kaja, volt gyermekszobánk, és én ezt mindaddig nem tudtam, hogy mit jelent, hogy gyermek
szobája van valakinek, amíg a kémia tanár uram nem mondta el az édesanyjának, hogy annyira látszik gimnáziumban ezeken a lányokon, hogy ön otthon van, hogy van gyermekszobájuk. És most tudom, hogy mit jelent az, hogy én hazavárom a Fannikámat, jó, nem napköz is, inkább itthon próbálok vele tanulni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Lizával is mind a kettő más gyerkőc, Fanni 8 éves, ő most belekezdett egy komoly vízilabdás karrierbe, reméljük. Tehát ez is nagyon nagy megpróbáltatás neki is, mert minden nap 7-től 8:30-ig ott vagyunk vele, tehát egy nagyon nagy támogatást igényel szülői részről, tanulásban és mindenben. Liza babám, ő énekes alkat szintén, ő meg táncos, ő most 3,5 éves, nagyon kedves, próbáljuk a németet vele is, Fannival is, ugye Fanni két tannyelvű német iskolába jár a falusiba, nagyon nehéz, és én német tanárnőként sajnos maximalista vagyok, de elég jól veszi az akadályokat a drágám, és ő meg nagyon jó hallással van megáldva. Tehát nagyon jól zongorázik. Én remélem mind a kettő viszi ezt a tánc, ének, zongora dolgot, de nem az én presszúrámra, hanem szeretném, hogy valahogy úgy kialakuljon bennük. És hagyom ugyanúgy, mint hogy az én szüleim hagyták, hogy színészkedjek, hogy énekeljek, hogy nyelvet tanuljak, ugyanezt szeretném ő is. Legyen vízilabdás, legyen táncos, ami szeretne, csak boldog legyen, és sikerüljön neki. Mert én így, ahogy most vagyok, boldog vagyok. Az egy más kérdés, hogy vannak még célok, amire az ember vágyik, énekesnőként, vagy bármi, de ezeket még el lehet érni. Viszont fordítva, ahogy te is idézted az előbb, nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerült volna. Egy-két kolléganőm kivételével, akik most is még a pályán vannak, így 38-40 évesen, két szép gyerekkel, egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan vannak. Tehát azért ez egy nagyon nagy áldás a Jóistentől, hogy engem így mind a két téren azért egyengetett. A 2012-es karácsony sem múlhatott el a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület koncertje nélkül. A következő percekben az új évet búcsúztatjuk a VHZ zenéjével. Thank you.
32 éves fennállásának legjobb évét zárta a Vecsés-Ese ökölvívó szakosztálya. A versenyzők minden magyar bajnokságról éremmel tértek haza, így az országos ranglista előkelő harmadik helyén szerepelnek. Úgy néz ki, hogy csodálatos eredménnyel sikerült zárni ezt az évet. Talán mondhatom azt is, hogy fennállásunk 32 éves ideje alatt még soha ekkora sikert nem értünk el. Röviden 12 érmet hoztunk el az országos bajnokságokról. Először történt az meg, hogy minden egyes országos bajnokságról éremmel tért haza a vecsési csapat, és emellé még 2 Európa bajnoki érmet is sikerült begyűjtenünk. Hogyan szerepeltek a lányok, hiszen, ahogy említette, kiemelkedően sikerült minden egyes versenyen megmérettetni magukat, de egyéni eredményekről és egyéni rekordokról, csúcsokról is beszélhetünk azért a teljesítmények tekintetében. A női OB-t 2 arany, 1 ezüst és 3 bronzéremmel zártuk. A női szakág elmondható ugyanúgy róluk, hogy még soha ennyi érmet nem hozott el a magyar bajnokságról. Kiemelkedően jól sikerült. 2 magyar bajnokunk lett a junior korosztályban 57 kg-ban Varga Krisztina és 70 kg-ban Hegedűs Diana. Az ifi versenyzőink a felnőttek között indultak. Vári Lili és Fagyas Vivien bronzérmes lett, illetve a felnőttek között szintén Vennes Jennifer az 57 kg-ban ezüstérmet szerzett, ő a döntőben kapott csak ki egy nyíregyházi kislánytól. Kihagytam még egy junior bronzérmet, junior 46 kg-ban Nádasdi Judit bronzérmet szerzett, tehát így jött össze, összesen 8 indulónk volt, és ebből 6 lány éremmel tért haza. Ez szinte most a legutóbbi verseny, de hogyan kezdődött az év, és voltak ugye felkészítő edzőtáborban is? Igen, folyamatosan dolgoztak a lányok egész évbe. A szövetség folyamatosan számított rájuk a válogatottban is. Nyáron voltunk új Golden Glove versenyen, sőt, hát már tavaly január elején kint voltunk Szerbiában egy nagy nemzetközi versenyen, ahol 17 ország vett részt. Olyan országok voltak, mint Új-Zéland, India, Marokkó, Tunézia, Oroszország, tehát tényleg egy népes mezőny, kis világbajnokságnak is tekinthető tulajdonképpen. Ott Vári Lili ezüstérmet szerzett ebbe az elég népes, kemény mezőnyben, úgyhogy elmondhatjuk, hogy jól sikerült nekünk az a verseny. Majd folyamatosan dolgoztunk, és nyáron volt egy Golden Glove, ez egy aranykesztyű elnevezésű verseny, ez is egy nemzetközi női verseny volt. Ezek mind arra voltak jók ezek a versenyek, hogy felkészüljünk az őszi utánpótlás Európa-bajnokságra. Október végén utaztunk, november elején Lengyelországba, 16 fővel utazott a magyar válogatott a junior és ifjúsági Európa-bajnokságra, és a 16 lány között 4 vecsési is volt, hál' Istennek. Junior korosztályban Valga Krisztina és Nádasdi Judit, ők értékes 5. helyen végeztek. A junior 70 kg-ban Hegedűs Diana ezüstérmes lett. Egyrészt ő szerezte a legjobb junior eredményt a magyar válogatottból. Bekire belázasodott a döntő előtti napon, így az orvosok nem engedték döntőbe lépni, ezért lett ezüstérmes, nagyon csalódott volt, de mivel ő még fiatal, első éves junior, jövőre lesz még lehetősége ezen javítani. Az ifik között pedig Vári Lili bronzéremig jutott. Vannak húzó nevei tehát ennek a csapatnak, de feltűntek esetleg új tehetségek? Hegedűs Diana, ugye a junior 70 kg-ban mindenképp új tehetségnek számít, ő évelején kezdte az ökölvívást, és nagyon szépen ő látszik a munkáján, nagyon határozottan, keményen dolgozik, és ennek meg is lett az eredménye. Ő első éves junior, 15 éves, viszont soha nem okozott neki gondot az, hogy még nagyobb súlyú lányjal kell boxolnia, vagy felnőtt lányjal kell boxolnia, ugyanolyan lelkesedéssel és nagy elánnal veti magát a küzdelembe bárki is az ellenfél, és ezért nagyba segítette a felkészülését, felnőtt magyar bajnokokkal boxolt többször is, úgyhogy ő mindenképp új névnek számít. Illetve a másik junior lánykánk Valga Krisztina, a Valga Viktor edzőnek a lánya, ő is Európa bajnoki résztvevő volt, illetve első éves juniorként sikerült megnyerni a junior magyar bajnokságot. A szakosztályunk ebben az évben nagyon előkelő helyen végzett, de tudni kell azt, hogy kb. 130-140 ökölvívó egyesület van az országban. Mondhatni, hogy stabilan mindig ott voltunk az első negyedben, 29-30. Hely környékén. 2011-ben sikerült feljönnünk a 11. helyre,
Ez egy óriási eredmény volt akkor a szakosztály életében, és gondoltuk, hogy ezt tovább még tudjuk fokozni, de szerencsére sikerült, mert többek között annak is köszönhetően, hogy minden egyes országos bajnokságból éremmel tértünk haza. Így az ötödik helyen zárjuk ezt az évet, tehát itt olyan nagy csapatokat előzünk meg, mint a Kecskemét, Szombathelyi Haladás, Nyíregyházi Vasutas Klub, nem tudjuk még a teljes sorrendet, azt már tudjuk, hogy ötödikek vagyunk, ez egy óriási dolog, hogy ott tényleg a legnagyobbak között sikerült zárnunk ezt az évet. Szenzációs évet zártak a fiúk is 2012-ben, hasonlóan testvériesen megosztozva a lányokkal, ugye a férfiaknál is 2 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem született a magyar bajnokságokon, tehát nagyon-nagyon jó eredményt értünk el, és hozzávetve ugye azt is, hogy az ökölvívás egy eléggé dinamikusan fejlődő sportág most Magyarországon, egyesületeknek a száma már megközelíti a 200-at, tehát a magyar bajnokságokon nagyon sokszor előfordul például az, hogy a legjobb 16 indulhat, és mikor többen neveznek egy súlycsoportba, akkor ugye a mérkőzés számok és eredmények alapján azokat nem engedik indulni, akik nem odavalók. Tehát nem egy egyszerű dolog egy magyar bajnoki érmet, vagy akár egy magyar bajnokságot is megszerezni. Az a 6 versenyzőnk, aki érmet nyert, ők összesen 17 mérkőzést vívtak csak a magyar bajnokságokon, amiből 13-at megnyertek. Tehát nagyon-nagyon szép eredményt értek el. Ugye serdülőknél Lőci Gergő lett aranyérmes, 4 nagyon szép, nagyon jó mérkőzéssel minden egyszer győzött. Ugye természetesen Varga Dávid bronzérmet szerzett. Junior korcsoportban ugye Papi Bence aranyérmes lett, Horváth Dániel ezüstérmet szerzett. Ifjúsági korcsoportban Végben Nyámén lett 3. helyezett. A felnőtteknél pedig Kanalas Csaba ért el 3. helyezést a magyar bajnokságon. Hogyan készülnek a 2013-as évre? Milyen versenyek várnak a fiúkra? Nagyon sok verseny jár, ugye például 2012-ben is volt Európa-bajnokságon résztvevünk, ugye a Vári Attila, akkor a olimpiai reménységek tornáján ott Horváth Dániel aranyérmet nyert, Vári Attila bronzérmes lett, tehát nagyon sok nemzetközi versenyen vettek részt, edzőtáborozáson Olaszországban is volt a Dani 10 napot. Hát a jövő évben, ugye 2013-ban ott junior világbajnokság lesz, amire nagyon szeretnénk, Papi Bencének eléggé nagy esélye van, hogy ki tudjon jutni, mert ő első éves juniorként nyert magyar bajnokságot, tehát őt nagyon számítunk rá. Szeretnénk minél jobb nemzetközi eredményeket is elérni. A jövő év az elég keménynek ígérkezik. A szövetség már jelezte, hogy több nemzetközi versenyen is számít a vecsési lányokra. Amit már biztosan tudunk, hogy április végén, május elején junior és ifjúsági világbajnokság lesz. Itt ugye a junior versenyzőink közül Valga Krisztinára, Hegedűs Diánára biztos számít a szövetség. Az ifik között úgy néz ki, hogy Fagyas Vivien 54 kg-ban válogatott lesz, tehát 3 részfőben már biztos lesz. Vári Lili jövőre első éves felnőtt, tehát ő már a felnőtt mezőnyben próbálgatja majd a szárnyait. Július elején Magyarországon rendezik az uniós Európa-bajnokságot. Ezt először az uniós EB történetében junior korosztályra is kiírják, tehát itt Keszthelyen egy hazai versenyen kell a juniorjainknak bizonyítani, majd szeptemberben Franciaországban lesz a junior és ifjúsági Európa-bajnokság. Ezekhez megfelelő felkészülési mérkőzéseket kell találnunk. Rögtön évelején az első ilyen január 19-20-án a második Airport Hotel Kupa, itt Vecsésen. 3 ország részvételével rendezzük ezt a nemzetközi viadalt. Magyarország mellett Szerbia és Olaszország küld fiúkat és lányokat erre a versenyre. Véget értek az ünnepek. Az egyik leggyakrabban elhangzó fogadalom a pluszkilóktól való megszabadulás. A boxterem ajtaja is nyitva áll a fogyni kívánók előtt. Én azt javaslom mindenkinek, hogy bátran látogasson le a terembe. Január 7-től mindenki számára már nyitva lesz a terem. Versenyzők előbb kezdik a felkészülést, de január 7-től várjuk egyrészt azokat a felnőtteket, akik csak a mozgás kedvéért, illetve azért szeretnének egy kicsit lejönni, hogy megismerjék ezt a sportágat. Őnekik hétfőn, szerdán és pénteken este 8 és 10 óra között van erre lehetőségük. Ez kimondottan egy hobbibox, ilyen tömegsport jelleggel. A gyerekeket pedig hétfőn, szerdán, pénteken délután 5-től 6-ig várunk, akkor van a kezdőedzés. Tehát nem kell egyből a versenyzők között kezdeniük, hanem szép lassan Balatoni Balázs edző segítségével megismerik az alapokat. Nyitottak vagyunk, fiúkat, lányokat egyformán várunk, bárkit nagyon szívesen itt a teremben.
Van-e korosztályi megkötés, hogy maximum hány éves korig érdemes, vagy lehet elkezdeni az ökölvívást, illetve hány alkalommal érdemes lejönni akkor, hogyha az ember fogyni szeretne? Felső korhatár nincsen igazából, tehát amíg valaki fitten, egészségesen érzi magát, tehát mondjuk egy futásra képes, vagy egy bármilyen mozgásra, akkor nyugodtan lejöhet az edzőterembe is. Alsó korhatár szokott lenni, olyan 10 éves kortól szoktuk javasolni a szülőknek, hogy hozzák le a gyerekeket. Előtte még inkább javasoljuk, hogy más felkészítő sportákba, például úszásra vigyék el a gyerekeket. Hát ha valaki fogyni szeretne, akkor legalább heti 3-szor azért érdemes mozogni. Ezek az edzések 2 óra hosszásak. Itt azért közel 1 kilót le tudnak izzadni, és látványosan látszik több felnőtt hobbistánkon, ahogy 8-10-15 kilótól is akár megszabadulnak mondjuk egy év alatt. Ugye ez nem egy gyors fogyás, viszont ez egy stabil, tartós fogyás. És a fogyás mellett ugye nagyon fontos, hogy sokkal fittebben, egészségesebben érzik magukat, sokkal jobb a közérzetük, jobb az önbizalmuk. Tehát pont emiatt hoztuk létre, mondom, ezt a hobbiboxot délután, hogy van olyan lány is itt az edzéseken, aki nem nagyon megy be a ringbe, nem kötelező a kesztyűzés, viszont a zsákon ugyanazokat a munkákat elvégzi, mint a fiúk, és nagyon jót tesz az egészségüknek. Úgyhogy csak tudom javasolni mindenkinek, hogy egy kicsit megülte a hasukat a karácsonyi beigli, meg az újévi sült malac, akkor nyugodtan jöjjenek és dolgozzák le nálunk. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának január 4-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!